Sziasztok, Zsámbó Marcell vagyok, az Andrews munkatársa, és a Linux audit alrendszeréről fogok egy rövid, de mélyen szántó előadást tartani a számotokra. Megvárjuk, míg mindenki beír. Korábban én már itt az FSF konferencián beszéltem az auditéről, egy összefoglaló slide-sort csináltam, amiben a Linux biztonsági képességeiről volt szó. Ott egy slide-on szerepelt ez a téma. Gyakorlatilag csak megemlítettem, hogy ez micsoda, mire lehet használni, és arra gondoltam, mivel lusta ember vagyok, hogy újra feldolgozom egy kicsit a korábbi szlájdjaimat, és abból csinálok egy új előadást. Cserébe viszont mélyebben beszélünk arról, hogy mi is ez az audit, mire lehet használni, hogyan is lehet használni. Először is nagyon röviden, tényleg egy ilyen kis áttekintés, hogy hogy is épül föl ez az egész. Amíg ti szokjátok ezeket a szép színeket, addig én elmesélem, hogy a mire való röviden az audit, vagy inkább a Linux audit képessége. Két nagy részre lehet sorolni, vagy bontani ezt az alrendszert. Az egyik magában a kernelben megvalósított audit alrendszer. Hogyha majd a következő szlájdra átugrunk, ott erről fogok bővebben beszélni. De nagyjából két fontos dolog van, amit érdemes tudni. Az egyik a kernelben levő K-audit, az ő feladata az, hogy az audit CTL által benyomott szabályokat végrehajtsa. A külső naplózásért felelős alrendszer pedig a User Space-ben futó Audit D program. Ezeken fogunk szépen végiggyalogolni, és megmutatom, hogy nagyjából mire is alkalmas ez az egész. De most, hogy már így látjátok, hogy hogy épül föl, most elmondom cserébe, hogy mire jó. Elmondom. Tehát az Audit D feladata, hogy a Linux kernelben történő műveletek naplózását lehetővé tegye. Hogyha nagyon röviden össze kell foglalni, körülbelül erre jó. Mi vagyunk a rendszergazda, szeretnénk tudni róla, hogy mi is történik a rendszerünkben. Hogyha rendszernaplókban, vagy a jól megszokott segédeszközeink segítségével nem találjuk meg a hiba, vagy egy működésnek az okát, tehát például kíváncsiak vagyunk arra, hogy ki az, aki átállítgatja folyamatosan a névfeloldást a rendszeren, melyik admin nézeget be a userek mailboxaiba, és így tovább, akkor nagyon jó eszköz tud lenni számunkra az audit alrendszer. Olyan ez, mint mondjuk úgy Sherlock Holmesnak Watson, ugye mi vagyunk a nyomozók, és szorgos társunk az audit, aki ebben segít, hogy felderítsük ezt az egészet. Na, hát ezekről a kis krumplikról fogok most 20 percben beszélni. Hol is található ez az egész audit alrendszer? Magában a kernelben van implementálva a lényeg. A user space-ben futó dolgok azok csak ilyen kis segédeszközök, amik arra szolgálnak, hogy a kernelben megvalósuló audit eseményeket naplózzák, vagy karbantartsák, kontrollálják. Ha megnézitek, viszonylag itt nagyjából az összes fájl látható, ami az audit alrendszert megvalósítja. Alatta pedig egy szám, ami azt mutatja, hogy a Linux kernel forrásában hány helyen hivatkozza be, hány fájban található ez a hivatkozás, hogy Linux per audit H, amiből nagyjából lehet sejteni, hogy abban a fájban, abban az alrendszerben bizony valamilyen audit képesség lesz. Ez jól látszik, hogy 115 olyan kernel rész van, kernel részterület, ami valamilyen módon naplózásra, auditálásra képes. Hogyha az elejéről akarjuk auditálni a rendszerünket, mit jelent az elejéről? A boot folyamat során már auditálni akarjuk, tehát látni akarjuk, hogy amikor a Linux elrúgja magát és a BIOS betöltötte, onnantól, hogy milyen rendszerhívások történnek, milyen fájlokat nyit meg, milyen syscallokat hív a Linux kernel, akkor ezzel az audit egy kapcsolóval, hogyha ezt megadjuk boot paraméterben, akkor lehetőségünk van arra, hogy tényleg bit szinten lássuk azt, hogy mi történik a rendszerünkkel. Nem sokára mutatok majd példalogokat, látni fogjátok, hogy ez a bit szint, ez nem egy költői túlzás. Azt el lehet mondani az audit D-ről, hogy szénné lehet naplózni a rendszerünket. Azt képzétek, hogy minden egyes syscallt lehet naplózni az összes paraméterével, honnan indították, ki adta ki, mi volt a visszatérési értéke, a legtöbb esetben mi volt a paramétere,
Tehát, hogyha bekapcsolunk mindent, amit az Audit D naplózni képes egy rendszerben, akkor nagyjából használhatatlanná is tettük ezzel azt a rendszert, mert olyan mennyiségű naplót generál, ami már mondjuk a normál működés rovására megy, tehát senkinek nem ajánlom azt, hogy kipróbálja éles környezetben a teljes audit képesség bekapcsolását, mármint úgy, hogy az összes létező dolgot, amit csak tudna az Audit D, azt auditálja is. Hogyha chip tuningot akarunk, és ki szeretnénk kapcsolni az Audit-t, erre is lehetőség van, kernel szinten, megint csak egy boot paraméterrel, ez az Audit Enable nullára állításával teljesen kikapcsoljuk, onnantól kezdve nem fog auditálni semmit a rendszerünk. Alapesetben szerintem minden disztributív vagy disztribúció által szállított kernel bekapcsolt Audit-ével érkezik, tehát hogyha mit tudom én, kéne még 1,5% a teljesítményen a rendszerben, akkor ezt, ha kikapcsoljuk, akkor optimális körülmények között akár lehet ilyet is csinálni. Cserébe elveszítjük az auditálhatóság képességét, szóval itt már tényleg nem ezzel fogunk nyerni. A lényeg, a kernelben nagyon-nagyon szertágazó helyeken megtalálhatjuk az audit képességet. És néha megnézem az időt, mert ilyen rövid előadást ritkán szoktam tartani, és nagyjából a fél időt vagy harmad időnél járok. User space-ben futó dolog az Audit D. Mi a feladata? Netlinken keresztül összecsatlakozik a kernelben futó K-Audit D-vel, és a K-Audit D által küldött üzeneteket megkapja és kiírja a syslogba. Ez gyakorlatilag olyan, mint egy syslog szerver, csak és kizárólag a kernel audit logjaival beszélget. Külön fájlban upload, alapvetően a varlog Audit D alá teszi. Hogyha produktív rendszeren akarunk valamilyen audit követelményt megvalósítani, meg akarunk felelni például az 51-es vagy 41-es, nem tudom, már elfelejtettem, milyen IBTV törvénynek, és a biztonsági besorolás alapján olyan magas követelményünk van, akkor betölthetünk mindenféle audit szabályokat naplózhatóságra vonatkozó követelmények megvalósítására. Na, ha ilyet csinálunk, akkor érdemes jól beállítani a rendszert, hogy ne veszítsünk logot. Alap esetben 4 logfájt őriz meg a rendszer, és ezek kipörögnek egymás után. Hogyha mondjuk 5 évre meg kell őriznünk az audit logjainkat, akkor valószínűleg 4 fájban nem fog elférni, mert hamarabb pörög ki a dolog. Egy érdekesség arról, hogy ha az Audit D nem fut, akkor a kernel a sima printkás, tehát a kernel üzeneteken keresztül, ahogy egyébként alapesetben mondjuk a netfilterben a rendszer logol, vagy IPT-ből szabályok logolnak, ugyanúgy belogolódnak a sima kernel logba, tehát akár még spórolhatunk is azzal, hogy nem futtatunk külön Audit D-t. Nagyon érdekes, hogy ugye az Audit D fájlba logol, és nem syslogba. Majd később megmutatom, hogy az Audit D-hez van egy olyan külön plugin, amivel képes syslogba logolni. De egyébként, ha el se indítjuk, akkor a kernel log miatt eleve a syslogba lesznek az üzenetek, tehát el lehet jutni oda, ugyanoda hosszabb és rövidebb úton is. Audit CTL. Az ő segítségével tudunk szabályokat beszúrni magába a kernelbe. Ugyanúgy, ahogy az Audit D a naplózásért felel, és ő beszélget egy Netlink szokiten a kernelben futó K-Audit D-vel. Ugyanúgy az Audit CTL képes szabályokat beszúrni, kitörölni, módosítani a kernelben. Majd később beszélünk arról, hogy néznek ki ezek a szabályok. Most nagyjából éppen elég ennyit tudni az Audit D-ről, vagy az Audit CTL-ről, hogy az ő feladata a működésnek a szabályozása. Néhány érdekes paraméter. A mínusz ellen lehet kilistázni a szabályokat. Alapesetben nincsen egy szabály sem betöltve. Annak ellenére, hogyha esetleg majd hazamentek, vagy itt a gépeteket fölcsapjátok, és megnézitek, hogy van-e fönn Audit D, és logol-e, akkor a logfájlban mégis lesznek dolgok. Erről majd később beszélek, hogy melyik képessége miatt jelennek ott meg mégiscsak logüzenetek. A mínusz D nagy D-vel ki lehet törölni az összes szabályt, tehát kiflösölhetjük a beállításainkat. Érdekes ez a mínusz E és mínusz F kapcsolók, ezek ilyen biztonsági kapcsolónak lehetne hívni őket. Az igazán érdekes az az, hogy van olyan követelmény, hogy az audit rendszer hibája esetén a rendszernek nem szabad tovább mennie. Betelt a diszk, nem tud futni, szétesett alattunk a rendszer, akkor, hogyha az mínusz F kettes opciót használjuk, azzal utasítjuk a kernelben futó Audit D-t, hogyha megszakad a kapcsolata a user space-ben futó Audit D-vel, akkor pánikoltassa el a kernelt, és nincs tovább, nem megyünk tovább. Tehát, ha nem tudunk auditálni, nincs működés, log nélkül nem szabad tovább menni. A minusz E opció pedig immunissá teszi a beállítást, immunissá teszi a syslog vagy az Audit D-ben futó szabályokat, tehát új szabályt nem tudunk beszúrni, meglevőt nem tudunk módosítani, meglevőt nem tudunk kitörölni, tehát onnantól statikus a rendszernek ilyen szempontból a működése, tehát audit szabályok tekintetében nem lehet módosítani a rendszert,
olyan, mintha belefordítottuk volna a kernelbe kis túlzással. Nyilván ez azokra igaz, akik nem ismerik a SuperZAP-ot, meg a kernel, nem tudom, KMM-et nem tudják VI-jal megnyitni és megkeresni azt a részt, ahol ezt ha módosítanánk nem így lenne, de ezt inkább tekintsétek viccnek és gyengé viccnek. Jó, audit rekordok. Milyen rekordokat, milyen üzeneteket képes audit üzenetben megjeleníteni számunkra az audit? De hát nagyon kevés, kis 141 féle típus van, tehát amit gyakorlatilag a Linux kernel vagy a Linux user space képes végrehajtani, nagyjából mindenről tudunk audit üzenetet kapni. Ki az, tegye fel a kezét, aki már használt auditét. Oké. Okay. Ki az, aki tudja, hogy hol jelennek meg ezek az audit rekord típusok? Melyik az a mező a logjában? Mindegy, elárulom, mert én megnéztem. Tegnap a type mező az. Tehát ennyiféle típusú logsort láthatunk. Ott lenn van egy ilyen kis link, hogyha majd letöltitek az előadást, meg tudjátok nézni. Ott kb. Mindegyikhez van egy pár soros leírás. A mai előadásban, amiből még körülbelül nem tudom hány perc van hátra, nem fogunk tudni erről nyilván beszélni. Amiket megnyilasztam, arról egy icipicit talán fogunk tudni beszélni. Úgyhogy ezzel is csak azt akartam demonstrálni, hogy lássátok, hogy mennyire kifinomult és mennyire szerteágazó naplózást tesz lehetővé az Audit-D. Fájlok figyelése. Hogyan tudunk fájlokat figyelni és milyen módon? Ugye, ahogy Torrente is mondta, a megfigyelésben a várakozás a legnehezebb. De nem szeretnénk várakozni, azt szeretnénk, hogy akkor, amikor történik valami, akkor tudjunk róla. Ugye, hogyha stresszt futtatunk, vagy nem tudom én milyen egyéb dolgokkal figyeljük meg a programjainkat, azokat egyfolytában meg kell figyelnünk, hogy elkapjuk, hogy na most valami történt. Mi ennek a hátránya? Hát a stressz azért nem olcsó mulatság, diszkre is ki kell írni, vagy legalább TMPFS-re a logjait, CPU-t igényel és így tovább. Hogyha picit visszalépünk arra, hogy hogy is működik ez az egész a Linux kernelben, az Audit CTL-lel leküldünk egy parancsot, egy beállítást. A kernel eltárolja a K-Audit a rendszerben ezt a beállítást, és amikor végrehajtásra kerül az a rendszerhívás, vagy fájl megnyitás, vagy valami, akkor egy szuper gyors és szénni optimalizált makró hajtódik végre a kernelben, és akkor történik csak meg ténylegesen a naplózás. Tehát, hogyha tűreszerővel kireszeljük nagyon finomra az audit szabályainkat, akkor minimális teljesítmény csökkenés mellett nagyon jó naplózható, nagyon jól auditálható rendszer tudunk építeni. Itt van egy példa. Azt mondjuk, hogy az Audit CTL-nek segítségével utasítjuk a kernelt, hogy az ECC shadow file-ra, hogyha valaki read-write vagy access módot, tehát hozzá akarna férni akár LS-sel, vagy módosítaná jogosultságait, akkor megkérjük, hogy naplózza be, egy olyan kulcsot tegyen mellé, hogy shadow access. Hogyha megnézitek, ott van alatta a log üzenet, amit nyersen az Audit-D kilogol. Hát nem tudom, lehet, hogy nem is lehet elolvasni, de ha el lehet olvasni, biztos nem lehet mindent érteni belőle kapásból. Ha megnézitek, ugye mondtam, hogy van a típus, van egy ID, ami gyakorlatilag egy idő, timestamp, megmondja, hogy mi történt azzal a fájlral, és melyik parancs hajtotta végre. Tehát, hogyha megnézitek, itt látszik, hogy ezt a fájlt leszel a root user megnyitotta, a kilépés egyébként sikeres volt, tehát a root tényleg meg tudta nézni, és így tovább. És vannak ilyen A0, A1, A akármilyen paraméterek, ezeket szemmel nehéz olvasni, viszont van egy segédeszköz, amiről majd később szó lesz, nem sokára, azzal meg tudjuk ezeket nézegetni. Tehát, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki huncutkodik, ki nézeget meg fájlokat a rendszerünkön, mi változtatja meg, például ismerkedsz a systemd-vel, és még nem tudod, hogy mit is csinál valójában a systemd, de mondjuk egyes rendszerfájra így random megváltoznak, mert a systemd úgy döntött, hogy most ezt meg kell változtatni. Én nem vagyok a systemd fizetett ügynöke, az szerintem kiderült már. Akkor ennek segítségével tudunk ilyet csinálni. Négyféle permission access tudunk figyelni, read, write, access, execute. Tehát a negyedik, ami ott van lent a titoknál, az az X. Létre tudunk hozni ilyen figyelő szabályokat nem létező fájlokra, nem létező pászokra is. Ezek nyilván majd akkor fognak tüzelni, amikor létrehozzák őket. A titok, TMP per titok fájl nem létezett, beállítottam ezt az audit szabályt, majd létrehoztam a touch segítségével, és akkor láthatjuk, hogy végrehajtódott ez a művelet. No. Sziszkalok. Az előző, amiket hívogattunk, vagy az előző példában, ami szerepelt, azok a pászra épülnek. Ha tudjuk, hogy mi a fájl neve, tudjuk nagyjából, hogy hol van, akkor annak segítségével az audit a rendszerrel tudjuk ezeket figyelni.
Vannak azonban olyan műveletek a rendszerben, amik fájhoz nem kötődnek. Még akkor is, hogyha Linuxon vagy Unixon minden fáj, de azért vannak olyan dolgok, amik nem fájlok szintjén valósulnak meg. Hello. 5 percen van még hátra. Az Audit CTL segítségével egyes sziszkalokra is tudunk figyelést beállítani. Például, hogyha valaki átállítja a hostnevet, átállítja az IP címet, rebootolni akar, nem tudom én, minden, ami sziszkol. Összesen olyan 300 körüli sziszkol definiált egy rendszerben. Azért mondtam, hogy nagyjából, mert mondjuk, hogyha i386-os architektúrán vagyunk, akkor jelenleg 324 sziszkol van definiálva, ha i tehát 64 biten vagyunk, akkor meg 294. Ne kérdezzétek meg, hogy a különbség az mi, de nyilván valahogy összefügg a architektúrával. Ennek a segítségével meg tudjuk nézni azt, hogy mi történik a rendszerünkben sziszkalok szintjén. Hát egy kicsit még itt lehet bonyolítani a dolgot, szűrőfeltételeket is tudunk megadni, aminek a segítségével az általános naplózást még finomabbá tudjuk tenni. Itt nyilván nem lesz időm, pláne nem 5 percben, hogy azt elmondjam, hogy ezek itt mik, de a második sor az egy érdekes példa. Ez olyan szűrést állít be, hogy azt mondja, hogy aki meg akarja nyitni a shadow file-t, olvasni akar belőle, de nem sikerül, mert az exit az nem nulla, tehát a read sikertelen volt. Azokat naplózzuk úgy, hogy aki is kíváncsi. És itt látszik, hogy Lilo user a kettel bele akart nyalni a Shadowfy-ba, nem sikerült neki, ezt naplózta a rendszer. Hogyha megnézitek itt fönt a paramétereket, mindenfélére tudtok szűrni, az A0-tól A3-ig azok az argumentumok, tehát a parancsori paraméterekre is tudtok szűrni. Tehát, hogyha mit tudom én, valaki RM-RF pert hívott, akkor azt itt az -RF pert az ki fog jönni az A0-ból és így tovább. Márha még lesz, ahova naplózzon a rendszer, hogyha ugye sikeresen lefutott. De hát ez már csak ilyen. Abba, hogy ott milyen aritmetika van, azt arról a MAN nagyon szépen beszámol nekünk. Mikor szoktunk még találkozni az Audit-dével? Hogyha arra adjuk a fejünket, hogy a Set and Force 0 helyett most már tiszta életet fogunk élni, és a Linuxot mégse kapcsoljuk ki a rendszerünkön. Vagy mondjuk az Apart-Morral a nullánál nagyobb bonyolultságú műveletet akarunk végezni egy rendszerrel, tehát mondjuk ezentúl LDAP-ból akarjuk autentikáltatni a nem tudom én mit, ott most az NTP. Mondjuk az Ubul-on levő NTPD az Kerberos-szal autentikálna, és a Kerberos kulcsunkat, vagy nem tudom én mit, az LDAP-ból nyalná be. Mindegy, valami fiktív példának jó lesz ez. Ilyenkor ez az Access Vector Cache szól nekünk. Ugye a korábbi előadásomban volt szó arról, hogy van a Mandatory Access Control, ez a MAC, és van a DAC korszak, amikor a Dictionary Access Control, vagy Dictionary, bocsánat, mindegy, majd kijavítom magam a YouTube kommentekben. Tehát van a MAC és a DEC, a jogosultságvezérlési alrendszerek. Na és amikor ilyet megsért a rendszerünk, valamilyen program megsérti a beállított jogosultságait, vagy a Linuxban, vagy az Apart-Morban, akkor láthatjuk ezeket az üzeneteket, és mondjuk a Linux esetében az Audit to Allow nagyon kedves kis tool, az ezekből az üzenetekből dolgozik, és hozza nekünk létre azokat a megkerülő szabályokat, amiket betöltve az alkalmazás képes lesz pontosan azt csinálni, amit itt megtiltott, vagy aminek a nyoma itt látszik, hogy nem sikerült, tehát a Set and Forced tessék óvatosan eltenni, azt nagyon ritkán kell használni, inkább permisszív módba kell futtatni naplózva, és akkor itt a Linux üzeneteit átengedve a Audit-to-Allow-nak. Oké, hát nagyjából a végére értem, szerintem az időnek is, meg az előadásnak is. Mi van még? Mit tud még az Audit alrendszer, vagy Audit alrendszer? Van egy Audit ISP nevű event multiplexor. Hogyha nem lenne elég az, hogy fájba logolunk, akkor ennek a segítségével, például pluginok segítségével tudunk különböző dolgokat csinálni. Vissza tudjuk irányítani a logot syslogba, el tudjuk küldeni távoli hostra. Plugineket tudunk írni arra, hogy bizonyos események bekövetkezésekor hajtson végre parancsokat. Tehát ilyen reaktívan tudunk reagálni, hogyha nem tudom én 5-6 feltétel egyszerre teljesül, akkor valamit csináljon. Fölállítunk egy csapdát, építünk honeypotot az Audit segítségével, és ha bizonyos dolgokat a támadó már megtett, akkor mondjuk leállítjuk a gépet belülről. Hát erőtetett példa, de mondjuk ilyet is lehetne vele csinálni. Van az AU Search. Na most, aki már látott Audit logot, mindjárt ti is láttok, itt van például. Hát azért ebben vannak olyan mezők, amikről gőzünk sincs, hogy mit jelentenek, főleg ilyen 0x-el kezdődő kis számos bigyók.
Hogyha ezt nem szeretnénk, akkor a legegyszerűbb üzemmód az azt mondjuk, hogy AUSearch-i, és akkor az azt jelenti, hogy interpretálja a logokat, ember számára fogyaszthatóvá teszi, és sokkal jobban lehet olvasni. Én nagy barátja vagyok az Audit alrendszernek, és használom is nagyon sok mindenre. Mondjuk annak a kezét azt úgy eltörném, aki a logolását, a log formátumát tervezte, mert kevés rosszabb log formátum van. Talán a Samba meg a Squid még versenyezhetnek ezért. Két dologra nem maradt már időm, de azért elmondom. Az egyik az Outrace, a másik pedig a LibAudio alrendszer, vagy LibAudit alrendszer. Hát aki már Strace-t használt, annak ismerős lehet ez az Outrace. Ez arra képes, hogy a kernelben hajtja végre a syscalloknak a naplózását, tehát hogyha mit tudom, szeretnénk tudni, mi történik akkor, amikor a BIM per LS-t kiadjuk, mondjuk a TMP könyvtárra, akkor ez az Outrace segítségével indítjuk el a parancsot, akkor utána ott lesznek az audit logban az események, hogy miket is csinált pontosan, milyen paraméterekkel, honnan, mit töltött be, mit nem ért el a rendszer. Miért jobb ezt használni, mint a Strace-t? Adott esetben vannak olyan, főleg Linuxra kijött zárt forráskódú alkalmazások, meg mondjuk ilyen rosszindulatú kódok, akik figyelik azt, hogy a Ptrace függvényt meghívták-e ő rájuk, tehát rá akar-e valaki csatlakozni parentként és figyelni, hogy mit csinál. És ezt különböző módon meg is lehet akadályozni. Az Outrace-t nem lehet megakadályozni, mert az alkalmazás nem is fog róla tudni, hogy őt nyomon követi a kernel, aki futtatja. Ezért nagyon hasznos, és a legvégére még annyit, hogy a libaudit.so, most már nem mosom le magamról, valaki a hubon, a libaudio.so aláírása van, és az most így beégett a retinámba. Szóval, user space alkalmazások küldhetnek üzeneteket az audit alrendszernek, az audit D-nek, vagy magának a kernelnek is. Például, hogyha megnézitek majd otthon az audit logjaitokat, akkor láthatjátok, a belses háztok egy szerver, akkor például egy login típusú eseményben naplózódik. Ezt nem a kernel tudja, hogy te most logineltél, mert a kernel nem érdekli, hogy logineltél, azt a user space csinálja. De az SSHD úgy van fordítva, hogy ezt a libet használva audit eseményt tud generálni, és létre tud üzeneteket hozni a naplóban ilyen formában. Ami esetleg érdekes lehet meg elgondolkodtató, hogy ez egy nyílt interfész, olyan szempontból nyílt interfész, hogy nem kell hozzá jogosultság, hogy valaki ilyen üzenetet küldjön, tök jó lehet fékelni üzeneteket az audit alrendszerbe ilyen formába, tehát ezekben nem szabad annyira megbízni, csak a kernelből jövő üzenetekbe. Köszönöm szépen a figyelmet! Hát láthattátok, hogy tökéletlenül tökéletes Linux rendszerünket például az audit segítségével végletekig lehet szabályozni, mármint olyan értelemben, hogy miről milyen naplót készítsen. És nagyon hasznos egyébként, amikor valamilyen komplex hibába futtok bele, amiről gőzötök sincs, hogy mi történt, akkor így sejtések alapján el lehet indulni, például kompromitálódott a rendszeretek, mindig létrejönnek valamilyen PHP fájlok a webroot alatt, amiket ti nem szeretnétek, letörlitek, létrejön, és már elmondod, hogy Chrome-ból nem tud már elég gyorsan törölni őket, meg végtelen ciklusból se, akkor egy jól beállított audit és szabály majd elfecsegi, hogy ki az a processz, aki ezt megteszi, és akkor visszaállítható a rendszer az eredeti állapotba. Köszönöm szépen a figyelmet!